Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és szeretettel köszöntöm Sivaram Szvámit is. Hare Krishna. Hát a témánk az egy nem túl szívderítő téma. A koronavírusról fogunk beszélgetni, ami hát a 2020-as évnek egy, az egész világ számára egy igen fenyegető veszélyt jelentett. És Sivaram Szvámi videójának is az első ezzel kapcsolatos üzenete az volt, hogy szeretné a betegséget a lehetőségekhez képest elkerülni. És aztán mégiscsak úgy alakult, hogy novemberben, mégiscsak elkapta a betegséget, és hát, hogy mi volt az első reakciója, mire gondolt ebben a helyzetben? Hát már addig ugye annyit lehetett hallani, annyit lehetett olvasni, hogy most mi, ki kapja a vírust, hol van, mi történik, és sajnos már nagyon sok ismerőseim is megkapták, vagy beteg lettek, ez még nem annyira Magyarországon volt, nemzetközileg, Indiába, Amerikába, és gondoltam, hogy ez most elkerülhetetlen, hogy valamikor, valahogy ide is el fog érni, és ugye én meg pont Krisna-völgyben voltam akkor, mert azelőtt Indiában voltam, igazából amikor a vírus kezdődött, én Indiában voltam, január-februárban, és akkor úgy néztük, hogy ez most mi, ez csak valami, ami Kínában marad, vagy, és aztán amikor úgy kezdett nagyon gyorsan terjedni, akkor én március közepén visszajöttem. És akkor én rögtön Krisna-völgybe mentem, és ott voltam, 9 hónapig voltam Krisna-völgybe. Én még eddig sose nem voltam ilyen sokáig ott egybe. És általában mindig jövök és megyek. És akkor november úgy, hát most körülbelül 2 hónapja, akkor kaptuk meg. Ami nem csak én voltam, hanem az a kis csoport, aki hozzám tartódott, az én titkárom, és azok, akik úgy jöttek segíteni dolgokkal a házban, ahol voltam, ugye Krisna-völgyben mindenki úgyis elég elszeparált többiektől, és mind megkaptuk. Mind az 5-en. Szoktunk menni minden második este az oltárszolgálatot csinálni. De az csak mi voltunk. Nem tudjuk, hogy kaptunk, és aztán kezdett a vírus is jönni be Krisna-völgybe. És volt egyébként valamilyen megelőzési terápia? Tehát, hogy még mielőtt még elkapjuk? Vitaminok. Vitaminok, ahogy leléptem a repülőre, akkor kaptam, itt van egy doboz vitamin, itt van egy második, ennyi, annyi. Reggel felkeltem, kivettem, 3-szor naponta esztet, 2-szer naponta esztet, vitamin D, vitamin C. Én már nem is emlékszem annyira, nekem csak már olyan dobozok lettek. Meg hát azt gondolom, hogy az életmód az teljes mértékben ideális, az ön életmódja arra, hogy ne kapjon el betegséget, azért egy tiszta étkezés, egy tiszta életmód, mindenféle káros szerektől mentesen való élet, tehát én azt gondolnám, hogy ön az utolsó közt lenne, aki elkapja ezt a vírust. De egy dolog volt Krisna-völgyben, hogy ugye azért, mert hát magyarok akkor nyaralni nem tudtak menni nemzetközileg. Vagy nagyon nehéz volt, problematikus volt. És akkor nekünk még
amikor tudtuk, amikor ki lehetett nyitva tartani, akkor sokkal több vendégek voltak nekünk, mint általában, és még egész október végéig jöttek. Szóval az úgy elkerülhetetlen, hogy valamelyik vendég, valaki elhozta a vírust, és még hogyha lehet, hogy ő nem is tudta, amúgy mi is ellenőröztünk mindenki, aki jött, de elkerülhetetlen volt. És megijedt, mikor kiderült, hogy ez Covid félt? Mi volt így a hozzáállása ehhez a helyzethez? Nem. Már, hát én már úgy gondoltam, hogy az valamikor fog jönni, és tudod, amikor úgy, már úgy is vársz valamit, hogyha elmész egy horrorfilmbe, akkor már tudod, hogy lesznek szörnyök, akkor már leszel megijesztve. és akkor nem, igazából nem féltem, hogy megkaptam, de nagyon olyan, mondjuk félelmetes volt, hogy na most mi fog történni ebből, mert már annyit olvastam, és hallottunk erről. Meg hogy sajnálatos módon az ismeretségi körben is voltak, ugye? Igen, nagyon, nagyon jó barátom, aki sajnos, aki meghalt. Én nekem ugye van egy... Volt már többször tüdőgyulladás, és legalább úgy háromszor, szóval ezt láttam, mint a érzékeny része az egészségi helyzetemnek. Erre már készültem. Nyáron, hogy ott van a Rider Resort, van egy ilyen úszoda, szóval van egy hotel, ami közel van Krisna-völgyhöz, Somogy-Vámosba, és hátsó úton szoktam minden második nap oda menni és visszajönni, szóval nem találkoztunk senkivel, és akkor úsztam, tréníroztam. Aztán, amikor már túl hűvös lett úszni, akkor meg gyorsan sétáltam a úton hátul, hogy erősíteni a tüdőmet, gondoltam, hogy ez lesz ez a gyöngepont, és akkor ezt valahogy felépíteni. Erre készültem, azt hiszem, hogy ez nagyon segített. És hogyha valakinek van egészségi gyengesége, helyzete, akkor valahogy azon próbálni koncentrálni, és próbálni, hogy azt hogy egyensúlyozni. És felmerült esetleg az a lehetőség, hogy ha kórházba kellene menni, hogy azzal volt valami averziója, rossz érzése, kizárta, vagy úgy gondolta, hogy ha menni kell, akkor menni kell? Mehet mentem volna, sajnos már elég időt töltöttem kórházba, utolsó 10 évben, de nem akartam olyan helyzetben lenni, hogy elhagyom a testemet kórházba, vagy hogy meghalok a kórházba, vagy hogy olyan kritikus állapotba viszek, amikor az lehetne. Szóval ugye az általános vágyom az lett, hogy inkább nem, és mindent Krisna völgybe, ott a házba próbálunk megoldani. Ami érdekes, mert ott nincs elektromosságunk. Igen. Szóval sok, és ugye volt is olyan helyzet, hogy valaki küldött egy ilyen oxigéngépet, ami nagyon jó ami volt, de igen, ami árammal működik, na ezt most mit csinálunk ebben? De nekem nagyon szerencsés voltam, Krisnának a kedve, és elég könnyen megúsztam ezt az egész helyzetet, minimális. Minimális volt, legalább amellett, hogy mások mit tapasztalnak, és még mások is, akik Krisna-völgybe tapasztaltak, elég minimális volt. És hogyan teltek így a napok, így a betegség alatt, mennyire változtatta meg a mindennapok ritmusát, a lelki gyakorlatokat?
Hát fáradtság, ugye? Ami azt jelentette, hogy később kelek, mint általában kelnék. Nem tudtam akkor most már többet sétálni. Persze hideg kezdett lenni, hűvös kezdett lenni, de akkor kevesebbet mentem inkább ki. Amikor úgy sütött a nap, akkor úgy jó volt. És de a standard dolgokat, amit úgy is csinálunk, hogy a napi meditáció, az nem volt problémás. Olvasás és írás, hát pont akkor befejeztem, azelőtt befejeztem könyvet, szóval az úgy jó volt, amit írtam. Olvasni nehezebb volt, koncentrálni, mert főleg, mert volt ez a szédülés egy jó 10 napig. A minimális szédülés, de még mindig úgy olvasás, akkor még jobban hangsúlyozta. És akkor úgy diétáztunk, délután pihentünk, inkább próbáltam csak úgy reagálni, milyen a helyzet, most pont mi jön. Ez volt egyik dolog, hogy sose nem lehetett tudni, hogy ebbe az órában most mi fog történni. Hogy most jobban lesz a szédülés, most akkor nagyon legyöngülni, és ugye próbáltam csinálni ilyen üzeneteket, napi üzeneteket. Nagyon olyan ködös volt a fejem, volt, amikor nehezen próbáltam egy egész paragráfust, vagy még egy egész sort összerakni, úgy elvesztettem a dolgoknak a fonalát, hogy most pont mit mondtam. És de másképp folytatódott az élet, és nagyon jó támogatást is kaptam, orvosi támogatást. Nyugati vagy keleti terápia volt, vagy esetleg alternatív, vagy nyugaton voltam, nyugatiak voltak. Nagyon jó magyar orvosok, akik kapcsolatban voltak, Angliában orvosok, az eredeti házi orvosom az Angliában volt, mert ott éltem sok évtizedig, és akkor ők úgy tartottak napi konferenciát, nekem úgy túl szédültek dolgok ezt követni, ők úgy beszélték meg. De minimális dolog, gyógyszert igazából nem is szedtem, nem volt. Itt inkább csak vérnyomás, oximéter, hogy mennyi oxigén van a véremben, és akkor azokat a dolgokat ellenőrözték, de azon kívül minden. Ami működik, nyugati, keleti, alternatív, homeopátik, alliopátik, hogyha valami igazából működik, ha működik, akkor azt korlátlenül használjuk. De végre a működés az mindig ugye Istennek a vágyán fog függni. És mennyi idő telt el a betegség kezdete után, hogy azt mondta, hogy na most már meggyógyultam? Mennyi ideig tartott? Teljesen még mindig nem gyógyultam meg. A gyöngesség az a fő dolog, hogy nagyon könnyen, azt hiszem, hogy nagyon jól vagyok, elmegyek sétálni, visszajövök, és akkor mint hogyha futottam volna 50 kilométer. De a szédülés az teljesen elmúlt? Szédülés elmúlt. Szédülés, gyöngeség. Akkor ellenőrözték még azután 3 hetet a vérnyomást és minden másféle adat, ami úgy interneten ment a kórházba el, és ott a orvos ellenőrözte 48-féle adatot, csak ettől a kis géptől az ujjamon, és azt párszor naponta, de igen, többé-kevésbé a dolgok úgy helyben vannak. És utólag milyen üzenete volt az ön számára a betegségnek, hogy lehet-e ezt így feltenni, ezt a kérdést, hogy volt-e valami hasznosítható üzenete
a betegségnek? Hogy a Bhagavad Gita-ba Krishna úgy szanszkrit szóba magyarázza, ad nekünk egy képet, hogy milyen a világ, és mondja, hogy janma, mrityu, jara, vyadhi, dukadósán udalsanam, hogy ebbe a világba elvárhatunk négy dolgot. Bejövünk a világba, születés, meghalunk, öreg leszünk, és beteg leszünk. Ezek garantált. Ez hozzájárul a világhoz, ugyanúgy, mint van oxigén, akkor ugyan ezek a dolgok mindig vannak. Vagy ilyen, vagy olyan, vagy egy vírus, vagy tuberculosis, vagy rák, vagy valami más, de és látjuk, hogy nem csökkennek. Most, amilyen fejlett a mi gyógyszerrendszerünk, de most a fő probléma, hogy nincs elég kórház, nincs elég orvos, nincs elég nővér, tele van, nem tudunk ütembe tartani a betegséggel. De hát sajnos ez nem csak most is így van, hanem ez így volt, hogy amilyen más gyógyszer van, amilyen más műtét van, de még mindig van valamiféle újabb dolog és újabb dolog. És ez hozzájárul avval, hogy igen, van ez a betegség, egyik szempontból úgy természetes, hogy itt élünk, de aztán van a természetesen túl, ami azt jelenti, hogy mi, mint emberek, hogy viselkedünk, hogy élünk ebbe a világba. És ez a karma törvény, ugye, hogy amikor nem élünk harmóniával a természettel, amikor természet ellenes a mi életünk, akkor jönnek annak a következménye, és másféle betegségek, többféle betegségek, mindez túl közel élnek emberek állatokhoz. Ez nem az, hogy ugye van valakinek egy kutya a kertben, hanem túl közel vagyunk ez az állatoknak a fogyasztása, milyenféle állatok. Szóval ennek vannak következménye. És ezt most látjuk, hogy ez egyik. Aztán annyi másik is van, ugye? De szóval ez a mi sorsunk, ez a mi karmánk. Egy betegséget, mondjuk speciál ezt, ennek az üzenetét, akkor tulajdonképpen fel lehet használni arra, hogy az ember lelkileg fejlődjön. Tehát, hogyha valaki jól tudja ezt a betegséget értelmezni, vagy nem a félelem és a rettegés keríti hatalmában, hanem arra gondol, hogy valamit változtatni kellene az életben, akkor... Igen. Jó lenne, hogyha megkapjuk azt az üzenetet, hogy valamit nem helyesen csinálunk. Nem jól élünk. Hogy nem baj, hogy mennyiféle más irányba haladunk előre, és kitalálunk másféle dolgokat, de csak nehezebb és nehezebb, komplikáltabb és komplikáltabb lesz az élet. És ugye hát erről több kis videót csináltunk, hogy igen, hogyha mi akarjuk folytatni, így élni, és ilyen kegyetlenül kezelni ártatlan állatokat, és ez a húsevést folytatni, ennek lesz és van végtelenül sok következménye. Mert a törvény az, hogy ne ő. Szóval minimum erőszakkal élni a világban. Ugye ez végre a ahimsa. Szóval lehet, hogy nulla erőszakkal nem tudunk élni, de legalább minimum. Ez a civilizáció, és amikor ezt nem értjük meg, emberek elveszik az ő, kegyetlenek lesznek. Elveszik a finomabb érzést, hogy ők tudjak empatikus lenni, hogy most valaki más szenved. Én nekem úgy kell élni, hogy egészségtelen ennivaló,
hogy ez fájdalmat okoz másoknak, miért? Szóval, hogy felgondolni, hogy, és bevallani, hogy valamit nem jól csinálok, és nem, hogy csak valamit. Inkább a másik irányba kell, hogy van-e valami, amit a mai világban emberek jól csinálnak. Mert nem jól viselkednek, nem jól esznek, nem jól szórakoznak, nem jól isznak. Igazából még vallásnak a irányát is kezdik elveszíteni. Nem értik, hogy mi életnek a célja, nem értik, mi oktatásnak a célja. Van-e valami, amit emberek igazából jól csinálnak? Szóval, mert itt omlik össze a dolog. Vannak, ahogy korábban beszéltük, hogy ki az, aki meg aztán milyen irányba megy nekünk az egész életünk, ugye, és hogy mi döntsük, hogy itt olyan nagy időt és energiát befektetünk abba, hogy tanuljunk, iskola megyünk, dolgozzunk, és akkor csak meghalunk. És erről szólt az egész élet, hogy ez a nagy erőfeszítés, és valamennyi kis szórakozás, de meg ez a szórakozás meg káros nekem, káros másoknak, alkohol, kábítószer, cigaretta, minden másféle dolgok. Nehezen találunk ki jó dolgokat. És nem kell semmit kitalálni, mert minden ott van. Szóval van egy teremtő meghatározta, hogy kell nekünk élni ebbe a világba, hogy igazából minimumra legyenek dolgok. És mondhatjuk, hát én nem hiszek ebbe, ha hiszünk vagy nem hiszünk, de itt van egy törvény. Ugyanúgy, hogy én hiszek a magyar törvénybe, a rendőrséget nem érdekli, a bíróság, hogy most hiszünk, nem hiszünk, úgyis, hogyha megtörik a törvényt, akkor leszünk büntetve. Szóval hát, hogy a gravitáció, nem? Gravitáció. Hiszünk benne, akkor leesünk az eredetről, ha lelépünk. De ehhez a témához visszakapcsolva azt kérdezném, hogy mondhatnák azt az emberek, vagy ilyenkor azt mondják az emberek, hogy igen, ezt így értjük, de Krisna völgyben, ami egy tiszta hely, szent hely, úgy élnek az emberek, hogy erőszakmentesen, tisztán élnek, vallásosan, lelki gyakorlatokat végeznek, erőszakmentesen, egymásra figyelve, és mégis megbetegedtek ebben a vírusban. Hogy akkor mit mondaná ezeknek az embereknek erre? Hát nézd, mi élünk a világban, csak azért, mert úgy egészségesen élünk, nem jelenti, hogy nem kell nekünk enni. Nekünk is kell enni, nekünk is fel kell tartani a testünket. Adom a példát, hogy mi is ennek a világnak a törvénye alatt vagyunk egyik perspektívában. Szóval ez úgy, ugye a Bhagavad Gita-nak a filozófiája magyarázza, hogy a hívő és a nem hívő. Szóval mind a kettő él a világban. A hívő Istennek a közvetlen irányítása és védelme alatt, és a másik az meg Istennek a külső potencia a világnak a hatása alatt. Isten védelme nem jelenti azt, hogy nem működik a világ, hanem inkább Isten szelektívan adja azt a féle karmát, ami nekünk szükséges ítélni. Szóval, hogyha mi nem kapunk karmát, akkor eltűnünk. Ez a test, ez is az én karmám. Szóval kell, hogy legyen arra, hogy haladok előre, és tudok fejlődni lelki életbe. Mindegyik szent meghal, és mindegyik bűnös meghal. Ne halljanak meg a szentek. De a szentek mennek Istenbe, és a bűnösök meg mennek lefelé. Szóval ugyanúgy néz ki a kettő dolog, de az esemény ugyanúgy néz ki közönséges embernek, hát ők is meghaltak, miért nem védte meg Isten? De van egy nagy különbség, hogy mi a következménye azoknak a kettő között.
És ugyanis a betegség. Ugye? A betegség, ez közvetlenül Krisnának az ellenőrzés alatt van, Krisnának az ellenőrzés alatt van, és ez meg egy másik karmikus visszahatás. Miért van ez? Hát mert még mi is fejlődünk a lelki életbe, ami azt jelenti, hogy nekünk is kell mindig emlékezni, hogy ez nem egy jó hely, hogy ez a következmény ennek a testnek, ugye, hogy ezek a veszély ebbe a világba lenni, és ugyanakkor, hogy Krisna is akarja látni, és amikor rossz a helyzet, akkor milyen a tudatod? Szóval mi úgy is látjuk, hogy ez is a védelem, ez az egy lehetőséget jobban függni, és meditálni, és gondolni Krisnán. És végre az az igazi védelem, hogy sose ne felejtsük el az Urat, mert az az, ami biztosítja a sikert a lelki életben. Azt szeretném kérdezni, hogy mit gondol, hogy bár már eléggé körbejártuk ezt a témát, hogy mikor lesz vége ennek a pandémiának, meg hogy vissza tud-e térni a pandémia előtti élet, az a fajta úgymond normális élet, és ezt félre mondom, hogy normális. Igen, nem menjük vissza a normális, vagy igazából legyünk normális. Igen. És hogy ugye most nagyon fontos, vagy hát nagyon érdekli az embereket a vakcina, mint téma, hogy erről mit gondol, mint közösség vezetője, mit javasol a közösségének ezzel kapcsolatban, mit gondol erről a témáról? Hát a vakcin aspektus először én javasolnám, nem próbálom rábeszélni senkit, de hát gyakorlatilag lesznek olyanféle mozdulás, ami csak vakcinál fog biztosítva lenni. Ugye most is nemrég láttam, hogy ugyan étterembe vagy a kocsmába csak akkor lehet bemenni majd, hogyha ott van a vakcináció, nem hogy tervezek menni oda, de szóval ilyen dolgok lesznek, ha én akarok utazni Indiába, akkor lehet, hogy nem fognak beengedni, hogyha az nincs. Szóval ha akarok menni, akkor kell, és nézők is fogják látni, hogy ők is olyan helyzetben vannak, és a jövő még lehet, hogy így szorosabb lesznek a feltételek, hogyha ezt is ezt akarod, akkor fog kell lenni. És amellett, hogy ha megvéd valami, ahogy korábban említettem, hogyha valami működik, akkor jó. Én nekem most fog kelleni várni még egy pár hónapot, ugye, amiután nem lehet úgy rögtön, amiután valakinek volt a vírus, de aztán persze ez egy egyéni dolog. Vannak azok, akik úgy nem hisznek benne. Általában egészségi ügyeket én, ez egy nagyon olyan privát döntés, mindenkinek kell önmagukról dönteni, mert a saját életükről döntenek, és erre már mások nem tudnak dönteni. Javaslatot adhatnak, de aztán, hogy megyünk-e vissza a normális életbe, mi várható elő, én nem tudom, meg fogjuk látni. Én nem vagyok meggyőzve, hogy ez a karmikus visszahatás, ami mondjuk ez a vírus, hogy kapunk egyféle üzenetet, hogy nem megfelelő módszerrel élünk, hogy ennek csak úgy vége van. Túl helytelenül élünk arra, hogy csak egy ilyenféle esemény lenne.
meg kell nekünk változni. Hogyha igazából akarjuk, ne gondoljuk, hogy minden most csak visszamegy, ahogy volt, hanem hogy kérdezzük, hogy mi az, amit nekem kellene csinálni, mit kellene nekünk csinálni, de hát aztán nem tudjuk megváltozni a világot, de a saját kis világunkat meg tudjuk változni, hogy ki vagyunk, és gondoljuk át, nézzük át valamilyen abszolút referencia szempontjából, hogy mi az, amit igazából lehet csinálni, és mi az, amit nem lehet csinálni. Szóval lophat valaki, úgyis csinálhat pénzt, úgyis kereshet pénzt, de időben ennek van komoly következménye. Szóval mi a megoldás? Hát kapjál egy munkáját, és dolgozzál, mint egy őszinte ember, és annak nincs visszahatás. Szóval vizsgálni az életünket, inkább mint várni, hogy megy vissza abba a pusztító világba, amiben mi élünk. Még nem vagyok meggyőzve, hogy emberek felébredtek. Inkább a váró fázisban vannak, arra várnak, hogy Isten csináljon valamit, vagy a világ csináljon valamit, de csak ők nekik ne kelljen semmit csinálni. És mit javasolna a félelemre? Én is amerre megyek nagyon sok helyen, környezetemben, nagyon sokan szenvednek magától a félelemtől, hogy hogyan kezeljék az emberek a félelmüket. A Bhagavad Gita-ban ugye van egy olyan vers, ami mondja, hogy Bhaya Dvitiya Abhinivesatasya, hogy a félelemnek a gyökre az, hogy mi azt hiszük, hogy mi ez a test vagyunk. És azért, mert valami fog történni evel a testtel, akkor valami fog történni velünk. De igazából ez a test, ez van, mint a ruha, mint a kabát, nagyon ragaszkodok hozzá, és amikor valami történik a kabátommal, a mellényemmel, akkor én is érzem, hogy most valami történt velem. De igazából mi nem vagyunk ez a test. És ez nem is a vallásnak, vagy a lelki életnek, hanem ez egy civilizált, oktatott, bölcs embernek a első megértése, hogy én ki vagyok, és ki nem vagyok. Hogy én tudom, hogy én lélek vagyok, és a lélek ebbe a testbe van, és ez a test, ez meg egy ruha, ami fedi a lelket. A lélek sose nem hal meg. A lélek sose nem igazából szenved. A ragaszkodás okoz szenvedést, ugyanúgy, amikor van valami rémálom, igazából semmi nem történik velünk. De nagyon képes vagyunk érezni dolgokat, tapasztalni, félni. Szóval, hogyha ebbe a tudatba vagyunk, és értjük, hogy mi nem vagyunk ez a test, ez tudja segíteni, leküzdeni egy jó nagy százalékot a félelemnek. Aztán még mindig természetes, hogy mi fog történni, és hogy ott van valamennyi, de hogy tudni, hogy én ki vagyok, hogy én nem halok meg, én igazából nem leszek beteg, én nem leszek öreg, de akkor, hogy mi vagyok, mint lélek, és mi az igazi irány, hova megyek én nem csak ebbe az életbe, hanem a következő életbe. Attól kell félni, hogy ne vesztem el azt a lehetőséget, amit most kaptam ebbe az emberi testbe, amikor az önmegvalósulás az egy elérhető dolog. Mert más életfaj, állatok, stb. Bogarak, madarak nem képesek erre. Mi vagyunk erre képes, de ettől kell félni, hogyha ezt eltolom,
És egy fa leszek kint a kertben, akkor az már nem egy kényelmes helyzet. És elvesztjük akkor azt a lehetőséget, ami biztosítva van, ami a joga a mi lelkünknek, mindenkinek a joga. És hogy lehet ebbe a szintbe lenni? Hát egyik, hogy tanulmányozni a szent írásokat, amik megvalósítanak, amik adnak nekünk azt a fény, amit tudjuk magunkat érteni, hogy mi ki vagyunk, és hogy mi ki nem vagyunk. És akkor ezért énekelünk Hare Krishnát. Ez is adja azt a kapcsolatot a lelkünkkel, vagyis felébreszti bennünk ezt a lelki azonosságot. Ez nagyon szép zárszó volt. Hare Krishna. Úgyhogy megköszönöm Sivananda Szváminak ezt a beszélgetést, és nagyon jó egészséget és hosszú életet kívánok. Neked is. És remélem, hogy megúszod, hogy nem kell ezt a vírust kapni. És a nézőknek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hare Krishna.